fiatal pár, amelynek férfi tagja a hölgytagnak házassági évfordulóra ezt az előadást adta ajándékba. Már hogy eljöhet. Gálás ajándék volt, nem mondom. Hol? Gratulálunk, de egyáltalán gratulálok a házassági évfordulóhoz, meg minden. És jó ajándék, tényleg. Hanyadik? Tizedik? Tizedik. Nem túl értékes ajándék ez egy tizedik? Hallották? Jó. Azt mondta az úr, csak mert adásban egész biztos nem hallott, hogy a 20-on érte fog jönni a hölgynek. Hát? Gyerek van. Valaki leesett, jó estét kívánok! Minden olyan műsor sajátja, amely komolyabb levélforgalommal bír, az a rész, amikor a műsorvezető felolvasgat ezekből a levelekből. Természetesen, ha már ugye kritikákat szeretném elsősorban előhozni ezek közül, akkor nem csak pozitív kritikákat szokott az ember felolvasni, még akkor sem, ha erre hajtaná saját szíve, vágya, szottya. Én jobban érzem magam nyilván, ha ezeket olvasom fel, de nem csak ezeket szoktuk, még akkor sem, ha önök vagy önök közül néhányan így érzik. Az elmúlt több mint 220 adásban számos alkalommal adtunk helyt kritikus hangú hozzászólásoknak is. Még akkor is, hogyha ugye sokan például az ellenkezőjét, ezt másodszor mondom, mert nem érdekes. E-mailben nem csak ránéztem a papírra, itt vannak ilyen felírt mondatok, és elkezdtem. Miért olyan szépen folyamatosan ugye? Beszélsz. Én akkor is tudok folyamatosan beszélni, hogyha ez fel van írva. Na mindegy, hogy e-mailben kérdezni. Ilyen mázid van, hogy nem a havasnál végeztél, nem lennél ilyen folyamatos. E-mailben kérdezi névtelenségbe burkolózó kedves nézőnk, hogy vajon az övét felmerjük-e olvasni, idézem, a sok öntömjénező levél mellett. Hát még hogy. Meddig sztároljátok még magatokat a baloldali komcsi szocik mellett? Én most erre úgy nem nagyon tudok, vagy nem akarok inkább válaszolni, de minden esetre nem biztos, hogy mi sztároljuk magunkat. Még mindig van 1,5 millió nézőnk. Csak így oldásként jelenet a piacon. Megvan. Kérek egy almát. 2 lett, maradhat? Az meg nagyon régen, hogy szőkenő a sex shopban. Kérek egy zárlatos vibrátot. Miért? Azt akarom, hogy jól meg***szon. Én majd kérném a nevét a kedves levélírónak, ha igazad. De van egy jó egyébként, én ezt így ajánlatként, ezt a viccet attól a Gyuritól kaptam, aki a főszerkesztőtől, onnan a Gyuritól, aki kifejezetten megkért, hogy trágár vicceket ne mondjak. Ez nem trágár, ez megrázó. Jaj, már. Az a baj, hogy ilyen baromi jót mondtál a végére, most benne hagyják. Jaj, na jó. K. Tibor, csóri nézőnk, tömören így fogalmaz. Ez a csóri kám. Nagyon. Büszke vagyok rátok, gazember. Dolgozz ma helyettem is. Kicsit le tudnék dőlni. Na. Nyugodtan beszéljetek, mert én ma úgy döntöttem, hogy ma mindenkit meghallgatok. De miért? Beteg vagy, Teddy vagy? Hát azt hallottam, hogy ebben az évben mindenkit meghallgatunk. Ó, ez biztos valami célzás, valamelyik ország értékelés. Már készülő. Tehát K. Tibor, csóri nézőnk, tömören így fogalmaz, ne a kommunisták seggét nyalják állandóan. Levele végén így búcsúzik, nem titkolom el a nevem, címem, de csak a legszélsőségesebb esetben használják fel, ha nagyon muszáj és nincs más megoldás. Itt az már mondom. Ez az a helyzet, használjuk fel. De nem, én azt gondolom, hogy kedves csóri nézőnk, nem használjuk fel a kedves nevét, mert nem muszáj. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Dávid János! Hernádi Judit! Kern András! Bancsa István! Farkasházi Tivadar!
Jól értettem, hogy csavarhúzót kérsz? Nem, csak kérdeztem, hogy ő neki miért nem ég a lámpája. Azt mondta, ég, de nem ég. Neki a hátrafelé mutató lámpád ég, de azt én nem látom. De ez előre mutat. Nem a kedves te ilyen adásrendezővé avanzsáltál, Andris? Én vagyok az adásrendező. Én vagyok ennek az adásrendezője. Én vágom itt a kamerákat, ja. És ha nem tudom, hogy melyik van beadva, akkor nem tudom, mely. Kettőt egyszerre nem akarok beadni. A Ken már akkor aztán, hogy azt hallottam, hogy kiviszik Amerikába a legújabb filmjét, és a Woody Allen fogja szinkronizálni. De megmondom, hogy miért mondom, mert gyerekkoromban így tanultam. Allennek tanultad? Igen. Gyerekkorodban kezdted nézni a Woody Allen. Aha. Te, és olyan, hogy lehet, mikor ő 1970-ben indult? De, hogy nem. És akkor soha nem változtatsz rajta? Nem. Igazad is van. Igazad van. A Tom Xaviert is mond, úgy van. De azt én is úgy tanultam. Huckleberry Finn, és akkor az abban úgy marad egy egyébként az nem biztos, hogy a Huckleberry Finn volt. Nem? Nem. Nem csak azon gondolkozom, hogy ő hogy tehette ezt gyerekkorában, mert a Woody ellent gyerekkorunkban... Hallották, mit a... Woody Allen. Allen. Az már annyira amerikai. Szóval a gyerekkorunkban mi nem ismerhet. De a Teddy az 20 évvel idősebb nálunk. Hát. Nem. Ja, akkor ismerhet. 10 éves voltam, amikor a Vörös Csillagban egy oroszóra helyet láttam a Fogd a pénzt és fuss című ragyogó filmet. Te már ragyog csillagban. De az nem, miért? Az nem, azért, mert én 20 éves voltam, és te idősebb vagy nálam. Akkor, amikor annak a premierje volt, amikor azt Pesten vetítették, akkor már nem tanultam akkor én 20 éves voltam. De... Reggel 9-kor láttam a Vörös Csillagban, iskola helyett. Nem azt láttad, a két év igazak... embert láttad. Igen. Vagy a bátor embert. Látod, Teddy, igazak a kritikák. Te már reggel 9-kor a Vörös Csillagba álltál. Igazak a kritikák. Én esküszöm, én főiskolás. Neked nem, hogy gyerekkor, te 13 éves korodban már ráncos öreg embereket játszottál, aki mit tudom. Teddy, most komolyan mondom, most ha nincs itt a Havas vagy a Verebes, neked valakit kell találni, akibe belekötsz, nem? Ami... De én vagyok az. De, most te lettél. Hát, hogy Amerikába jut a film, ez a belekötés? Melyik filmem jut el oda? Ez a csuda. Abból a háromból. Az a csudi jó vagy mi az? Maradjál már, 130 ezer nézőnk van, kussoljál, maradjál. Na, Gyurcsány Ferenc évindító parlamenti beszédében 7 kiemelt fejlesztési irányt javasolt Magyarországnak, úgy mint az informatikát és távközlést, a biotechnológiai és egészségipart, az üzleti és logisztikai szolgáltatóközpontokat, a járműipart, a turizmust, a környezetipart és a szórakoztatóipart. Nagyon keveset lehetett azért a szórakoztatóiparról hallani. Nagyon keveset. Én megszereztem az utolsó két oldalt a beszédben. Hölgyeim és uraim, most a szórakoztatóiparról, mint a hetedik, de nem utolsó fejlesztési ágazatunkról, elsősorban a heti hetesről. Először is, soha ennyi heti hetes nem volt, mint ma. Az igen tisztelt ellenzék emlékezhet rá, hogy 98 és 2002 között vagy 4 elmaradt, de nem ma. Európaiak vagyunk. Teret adunk a szorgalmasoknak, a tehetségeseknek, de nem hagyjuk magára a gyengét. Ezért is engedjük be néha Kern Andrást is, mint vendég. Vannak ígéreteink, amelyeket nem tudtunk betartani. Azt ígértük, hogy 20%-os béremelést kapnak a heti hetesék, de erre rámenne az ország, ezért ma is ugyanannyira szórakoztatnak, mint 6 éve. Viszont bizton mondhatjuk, hogy Váncsa Istvánék, 10 éven belül lesz vezetékes ivóvíz és szelektív hulladékkezelés. Verebes Istvánhoz bazitára 4 sávos autópálya vezet holnap utántól, és Bajor Imrénél újra bevezetjük a munka-család-biztonság programot. Ezt még a jobb oldal is így akarja, Imre. János Gálvölgyi, vagy csökkentjük a béreket, vagy növeljük az adót, vagy hitelt veszünk föl. Nincs más út. Sajnos nálad az elsőt választott. Teddynél sajnos eszélye a csökkentést nem, szívgyógyszerek ingyenes kiadatását nem tudtuk elérni, viszont ápolónői hozzájárulást igen.
és a Balatont az 5-ös metróval való szelektív megközelítést ígérhetjük. Valamint őt felvették a Nemzetközi Sakkszövetségbe, a Bayreuthi Wagner Alapítvány igazgató tanácsába, és jutalomkönyvként az évvégi záróünnepségen átveheti Csurka István a Ló is ember című kötetét. A szerző dedikálásával váltsunk hát sebességet, emberek, csináljunk új Magyarországot, ezt kérjük Jáksó Lászlótól, Hernádi Juditot pedig a másik három női kiszemelt mellett jelölni fogjuk a köztársasági elnöki címre. Ennyit a szórakoztató. Orbán Viktor ezúttal a körcsarnokban tartotta a szokásos évértékelő beszédét. Bocsánat, a polgári körcsarnokban. Nyilván ott nem szorítják sarokba, vagy valami. Egyébként szerintem nem kell róla sokáig beszélni, hiszen teljesen lényegtelen, hogy mi volt a tartalma ennek az egésznek, mert gyakorlatilag showról van szó. Ugyebár valamikor régen az ország népessége várta a szilveszteri műsort, és utána mindenki elmondta a szomszédjának, hogy de hát ez borzasztó volt. Gyakorlatilag ugyanez folyik ezekkel a bizonyos úgynevezett évértékelésekkel, de hát gondoljuk meg, emlékezzünk vissza arra, amikor esetleg gyermekkorunkban még olvastunk néhány dolgot az antik történelemről. Nyilván felfigyeltünk arra, hogy a politikus, legalábbis az antik történelemben két dolgot csinált, vagy háborút indított, vagy beszélt. A kettő néha egybeesett. Ha Plutarkhoszt olvasok, Tacitust olvasok, Szetóniuszt, Tukidüdészt, akárkit, azt látjuk, hogy a politikusnak két alapvető tevékenysége van, háborút indít, vagy beszél. Na most bizonyos államoknál, bizonyos történelmi szituációkban az első lehetőség ki van zárva, nem lehet háborút indítani, nincs pénz, paripa, fegyver, háborúindítás kimaradt. Mi marad? Beszélni kell. Ez meg szokott történni nálunk egy év elején. Ebben az esetben viszont a politikus előadó művészé lép elő. Itt előadó művészet folyik. Na most az előadó művész nem szokta értékelni a közönségét, hanem a közönség értékeli őt. Tehát gyakorlatilag itt nem országértékelésről van szó, hanem egy produkció értékeléséről van szó. Ez történik, és erről beszélünk mostanában. A színház műfajilag nagyon nehéz produkció volt. Tudod, aki már lépett föl cirkuszban, és léptem föl, borzasztó, ez a legnehezebb forma a körszínházban játszani. A Kazimirnak ugye volt az ültés a körszínház. Irgalmatlan nehéz, hogy mindenfelé tudjál játszani. Hát nem érted a lényegét, hogy ezt miért csinálta, hogy bebizonyítsa, hogy ő minden irányban tud beszélni. Lemértem a hosszát, 74 kilométer volt a beszéd. Igen? Hát most van ez az új mértékegység. Az a hantaméter? Igen. Nem én találtam ki. Megmondom őszintén, hogy nekem nagyon tetszett, mert ez a bizonyos találkozás a néppel, ez, hogy az ember megy az utcán, és akkor találkozik a néppel. De hogy a Kádár Jánosnak volt ez, hogy spontán felültött a Pártháznak, jött a kettes villamos, már az, meg két hete gyakoroltak, és akkor hirtelen felült a kettes villamos, és találkozott a néppel. Elájult, nagymama volt, elájulva meg minden. De hát, hogy az Orbán Viktor például csak olyanokkal találkozott, akik őt nagyon szeretik. Hogy ez hogy lehet? Én mindig szeretnék olyanokkal találkozni az utcán, akik engem nagyon szeretnek, és nem küldenek el az anyámba. Mert meg, hát lehet néha... meg lehet szervezni. Tudom, már erre gondoltam magam is, de egyébként egy olyan panel családhoz bekopogtat neki, azt mondja, Orbán, nem értek egyet magával, de együnk meg egy pörkötet, ezt beszéljünk, hogy az milyen izgalmas lehet, nem? János, elmondott egy nagyon jó viccet, de nem értettem, hogy odaszól a vak zongorista... Ezt én hakliba szoktam mondani. Odaszól a vak zongorista a süket dobosnak. Szóval táncolnak a párok, mi már játszunk? A már hiányzott belőle. Mi már játszunk? Így kell mondani. De a következőt nem értem. Hogyha süket az a dobos, akkor hogy hallotta meg, hogy a vak zongorista szól hozzá? Ezen gondolkodok három napja. Fordítva van ez eredetileg? Akkor elég jó, és ráadásul meg is sértődtek erre. Igen, már megsértődtek, ami hát az olyan butaság, mert ez egy nagyon aranyos jópofa vicc. Szóval ezért... Igen, de azt mondja, jó, de hát ha előadod. De hát olyan furcsa az egész beszéd, hogy mond szépeket, és akkor alatta a hét évvel olvastam, hogy levelték a bakui börtönlázadást. Meg ilyeneket lehetett olvasni. És a képek borzasztó érdekesek, ugye, de a következőket lehetett látni. Például, amikor arról beszélt, hogy a gazdákkal
együtt él, ezek a Pataki Attilát mutatták, amikor a nyugdíjasok sanyarú helyzetéről beszélt, akkor a Kékesi Rezsőt mutatták, azt a svájci arisztokratát, akivel szőlője van a feleségének, és francia nagykövet volt, hogy hány milliós kárt okozott, azt itt mellékelném. De a legédesebb volt, amikor a panelházakról beszéltek, a Bajer Zsoltot mutatták, aki bedobta a panelpróli fogalmát. Tehát... Szépen volt vágva. Szépen volt. De hát olyan mindegy, mert hogyha Pitagorasz tételt visszafele mondta volna, akkor is baromira sikere lett volna, mert hát ájultan nézték, úgyhogy és teljes joggal biztos. Az az igazság, hogy formailag, én nem figyeltem igazán, mert én tényleg játszottam, ahogy mondtad, végét láttam, a legvége meg le is volt keverve, valahogyan hirtelen egyszerűen nem volt lekeverve, hirtelen megkeverték le. Nem, én esti a Duna TV-n maradt a Kossuth Rádió. Duna TV-n néztem. Az ott a gyerekek ébren vannak. Hát dehogy maradt el. Formailag nagyon nagyon támadnak azóta. Nem, nagyon összevonták az esti mesével. A szocializmus idejéből származó szlogeneket emelt be ebbe a beszédbe. Persze ennek is megvan a maga célja, de a lényeg az, hogyha 98-ban egy ilyen típusú szöveggel és ilyen modorral kezdi meg az akkori uralkodását, három ciklusra betonozta volna be magát. Háromra. Csak ezzel szemben 98-ban egész pályás letámadás indult, és a lakosság legalább felének céltudatos és folyamatos frocklizása. Ebből jött aztán az, ami ebből lett a választások elvesztése, ebből lett az a válság, ami most van a Fideszen belül. Tehát tulajdonképpen akkor a kezében volt egy szép tehén, egy szép, normális, jól tehenő tehén. Ezt a tehenet ő levágta, a pörköltet odakozmálta, és most próbálja varázsigékkel feltámasztani a tehenet. Azt mondta, tegyük lehetővé, hogy mindenki eljuthasson hozzánk. Ez mind engedjétek hozzám a kisdedeket. Tehát ez egy nagyon szép, de látod magad előtt, hát ezt évtizedekig csinálták a komcsik. Ezek voltak a hangulatjelentések, amikor elmondtad valahol, vagy jó, lehet, hogy rosszabb példa, mert a hangulatjelentés más volt, és akkor összeírták, és a végén úgy kilúgozódott, hogy semmi nem jutott föl. Hát 10 millió ember most el fogja mondani ilyen gyontatószékekbe? Én nem tudom, én jövő héten kedden a szeretteim körébe tartok egy ilyen évértékelő beszédet. És én úgy választom, Sziszi és Majka fogják föltenni a előre megbeszélt kérdéseket. Úgyhogy, és erre szeretettel várok mindenki. Ez hánykor van? Ez elég hosszúnak ígérkezik. Az Esszeni Egyetem kutatói azt állítják, hogy a nők agyuk nagyobb százalékát használják izgalmi állapotban, ráadásul elméjük azon részét, amely a kedélyállapotért felelős. Szeretkezés közben sokkal intenzívebb agyi tevékenységet észleltek náluk, mint a férfiaknál. Így van ez, Judit? Így van. Egy most... emberként nézünk rá. Arra most... gondoltam, hogy most már megírom a doktori disszertációt. Kicsit rövid lesz, sajnos. Hát de képzeld el, hogy egy intenzívebb agyi tevékenység annyit jelent egy nőnél, hogy azért az nem sok, az valljuk be azért. Nem. Azért mondom, hogy nagyon csak ne becsüld le, azért nagyon komoly szerep. Mi? Hát hogy az Istenben? Például veled. Veled. Ebbe beleszaladtam. De Júci, komolyan... Legyen ilyen veszekedés. De komolyan akartam már régóta kérdezni, csak ez apropót ad rá, hogy ezen mennyit jár az agyad? Tehát közben? Nem azt gondolom, hogy te más... Nem, ezen a műsoron, de most nem azért, mert te nő vagy. Közben nem bírták, amikor ezt... Nem úgy értettem. Nem úgy, hanem miatt, amikor a heti hetes... Ilyenkor az első májára. Nem, hanem remek vagy ebben a műsorban, de ezelőtt nem csináltál ilyet, ugye? Hogy... Ezelőtt? Nem. Azt kérdezi, hogy mikor volt az első műsor? Hogy mikor? Nem ebben a fényezredben, nem ebben. Konkrétan. Igen. Ezt most nagyon... Hát... Hagyjuk, ha de én vörösödjem. Milyen karikát kéne kitenni oda képen? 12 éven alul jöttnek, vagy... Ja, mit? Azt hittem, eltaláltál valamit, hittem. Rendkívül komoly talanok vagytok, és nem becsülitek értékén ezt a hírt. Ugye itt arról van szó, ugye bár, hogy a... Hölgyeket általában azzal szokták megvádolni,
hogy gondolkodni is, hogy is mondjam, az erogén zónáikkal gondolkodnak. És itt meg az ellentéte derül ki, hogy, hogy szeretkezni is az eszükkel szoktak. Ez pont az ellentéte is. Ez az én megfogalmazásom szerint egy újabb indok amellett, hogy az országunk következő államfője egy hölgy legyen. Mert ő miközben jobban szereti Magyarországot, még okosabb, ugye? Bizony. Sanszos lett a Csicsalina most nagyon. Mint Köztár Fegér. Hát, mellbedobással győzött. Köztár Fegér. Miért? Nem. Miért? Bugyingó, minden. Pucoló! Amíg élek, nem felejtem el. Mi? Meg volt? Ja. Az én pucolomat kerested. Nem pucolás alatt voltak, de nem. Bővítette és jelentősen átdolgozta a honlapján közzétett ügynöklistát a Political Capital. Ezzel most miért tetszik így? De... Most szerintem mit lehet csinálni? Ez egy vicc, igaza van teljesen. Tegnap megjelent egy bulvárlap, képzeljétek el, ezzel a... úgy hívtak föl telefonon, ezzel a címoldallal Bajor Imrét megfigyelték. Hú, mondom, magamban. És az volt, hogy fölhívtak telefonon, és azt mondták nekem, hogy igaz-e, hogy a 30 éves születésnapomon engem megfigyeltek. Hát mondom, hát ne arra ugye mondom, 17 év távlatából nem tudom, hát lehet, hogy ott valaki megfigyelt, de mondom, azt se tudom, hogy hol 57, hát... Csak segíteni akartam. Itt ül az oldalon egy matematikus, azt kérdezik. Na és az volt a lényeg, csak tényleg két mondatban, hogy azt mondja, de hogy a Berec János nyilatkozta. Mondom, hát ez nem... De ez figyelt meg téged? Várjál, és később kiderült a következő történt, hát hihetetlen. Hogy játszottuk a Villa Negra című darabot a játékszínben, és mondom a Benedek Micunak, hogy képzeld el, Micukám, mondom, ma van a 30. születésnapom, hát aztán valamikor csinálunk bulit, csak most minden nap színház van. És azt mondom, hogy jó, és végeztünk már a harmadik felállás közepénél, azt mondta, hogy gyere le, meghívlak egy vodkára. Na, mondjuk, köszönöm szépen, lementünk a büfébe, iszunk egy vodkát, kopogtatnak. Egyszer csak, hát mondom, valakinek nem volt kulcsom, a rendes bejárat élt ott a Teréskörútról, és szólunk egy nőnek, kinyitja, és bejött a Berec János. Hát a Mitsu a sejemsála mögé tette a vodkát ide a idébe, és akkor mondta, hogy ő ide udvarol. Na, akkor elkezdődött a nagy találgatás, hogy milyen nők vannak a színdarabba. És akkor hát az nem lehet, az már időske, és akkor kiderült, hogy a Sáfár Anikóban nagyon szerelmes, mint azt megosztotta velünk, és akkor ennyi volt a történet, és hát ott jöttek a kollégák, és ott a büfé volt, de mondja, nem az én születésnapom, hanem az előadás. Na mindegy. A lényeg az, hogy erre fel tegnap megjelent egy címlap, Bajor Imrét megfigyelték. Hát ki a túról figyelt volna engem, az elképzelhető, hogy a pártbizottságra beszóltak, hogy a Berec János ne udvaroljon 10 órakor egy színházba a testőrök nélkül. Mi tudom én, mi vagy, nem tudom, nekem. Nem, nekem. Szóval ez volt a lényeg, de hogy hihetetlen. Tehát téged nem figyelt. Engem például amióta a színpadon, amit mindig megfigyel. Nem tudom, én ahányszor találkoztam nem sokszor a Berec Jánossal, a legjobb vicceket mindig tőle hallottam. Olyan vicceket mondtam, hogy 10-15 évet jelentettek, de ezeket mindig ő mondta el. Úgyhogy nekem nagyon kellemes emlékeim voltak. Egyetlen egy emberről szeretnék egy mondatot mondani, illetve kettőt, hogy mi a véleményetek arról, amit én állítok. Tehát igen. A Szita Károlyról most mindenféléket állítanak, ugye? A Fidesz azt mondja, amíg nem lesznek kétségbe vonhatatlan bizonyítékok, nem vonják meg tőle a bizalmat. Én meg azt gondolom, hogy ha beigazolódik, hogy ügynök volt, tőlem nyugodtan lehet tovább kaposvári polgármester, mert én olyan mélységesen nem ítélem el azt a dolgot, amit csinált. Viszont, hogyha beigazolódik, hogy ügynök volt, akkor azért nem lett polgármester, mert az a hazudozás, amit hetek óta csinál, meg mellébeszélés, az ugyanolyan dolog, mint a Nixonnál, meg a Clintonnál, ahol szintén nem a tett volt olyan lényeges, hanem az, hogy megpróbálták eltussolni. Én nem látok át a Szitán.
válaszoljatok. Lehet, hogy a Berec ez nagyon jó pofa volt. Én is voltam egyszer vele egy társaságban, és baromira nagyon dühített, hogy ilyen vicceket mond, mert akkor, mert micsoda cinizmus akkor, hogy ott van, érted? Engem ez baromira földühített. Én ezzel soha nem gondolkodtam, de akkor sem, meg ma kell úgy. Nekem van egy érzésem, hogy ti a Berecek kettesben a Sáfár Anikót figyeltétek. A Sáfár Anikó az én osztálytársam volt, és már akkor figyelt, amikor a Berec még nem is hallott róla. Én nem tudom, nekünk, tudom... Jó volt a Sáfár Anikó, de... Hagy mondjak valamit róla, de nem akarom őt bántani, de azt szokták mondani, hogy ő mindig valami butaságot csinál. És amikor hozzáment a Berechez, akkor azt mondták, hogy na, ez a Sáfár Anikó csinált egy nagy okosságot, és ha akkor valaki konzekvens lett volna, akkor tudhatta volna, hogy megdől a rendszer. Ugye, mert ha a Sáfár hozzámegy a Berechez, akkor tudti, hogy a kommunizmusnak vége. Hát, hogy az egészet neki lehet köszönni. Igen. Gyerekek, de azt el kell mondanom, hogy a Sáfár Anikó, amikor hozzáment a Berechez, azért nem hívták, mert akkor még Berec elvtárs volt, aztán meg azért nem hívták, tehát a Sáfár Anikó meg kit a mar tartott tisztességre a Berec János, mert akkor, amikor ez abszolút így nem volt. Így igaz. Ugyanúgy, hogy a Medvecki Ilona a Nagy Ihád mellett. Igen. De én az ügynök törvényt tudom, hogy minket nagyon sokan utálnak, egyre több ilyen neves irodalmi labban aztán kifejezetten utálnak a úgynevezett nagyon értelmiségek, de én azt hiszem ezt az ügynök törvényt, ezt be kéne fejezni, hát ki a túrót érdekel ez már, szóval ezt egyszer is mindenkorra be kéne fejezni. Hogy egyszer is mindenkor az összes legyen ott, és akkor vagy kész. Vagy ne legyen ott, de, és holnaptól valamit újat kell előtt. Nem tudom már. Néha olyan mókás pillanatok is vannak, például a gyermekem anyját most elkezdték vizsgálni, kapott ilyen értesítést, hogy a közvélemény befolyására alkalmas, mert sajtóban dolgozik. Igen. De 71-ben született. Hát, na például. Tehát mi? Hogy hova pisilt? Vagy mi? És oda pislít, akkor mi van? Hát na de mi? Na minden, szóval... De plusz szóval a másik érted, hogy... hogy itt dobáloznak, én nem akarom a szitakárőt, meg pláne lehet, hogy nem is volt ez, de hát itt azért a 3x3-asok, ugye, akik voltak, nem mondok neveket, de a 3x2-esek, ugye, a Medgyessy Péter, Boros Imre, Járai Zsigmond, az egy egészen már, az nem olyan ügynök volt, aki rólad jelentett, nem? Hát ez az egyik. A másik pedig a 3x3-osok között is azért van egy óriási különbség, mert az egyiket úgy szervezték be, hogy megszorongották a tőkeit, esetleg nem is a sajátját, hanem a családjáért. A másik önként jelentkezett. Ez már egy óriási differencia. Az egyik nem jelentett, vagy nem azt jelentette, ami történt, vagy elmosta a valóságot, és helyette inkább szépítette. A másik ezzel szemben azt mondta, hogy vigyétek csak el ezt a nyomorultat, mert szidja a rendszert, holott csak egyszerűen a helyére szeretett volna kerülni. De most melyikre beszélsz? Tehát én azt mondom, hogy az, hogy valaki ügynök volt az önmagában véve, nekem lószart sem mond. Tehát én csak akkor tudok valakit ilyen szempontból, bármilyen formában megítélni, ha tudom a beszervezés körülményeit, és pontosan tudom, hogy mikor, kiről, pontosan mit jelentett, mi volt a valóság, amiről jelentett, és azt, hogy hogyan jelentette. Ha nem ismerem az összes tényezőt, már pedig soha nem fogom megismerni az összes tényezőt, akkor nem mondhatok semmit az egész tárgykörben, semmit az ég ott a világon. De Pista, de a három... Tehát az egész hülyeség ilyen értelemben. De a 3x2-es egy más dolog volt, nem? Hát teljesen más dolog volt, tehát evidens, hogy elhárítók, meg ehhez hasonlók minden társadalomban vannak, hát most is vannak, hát hogy nem volna. Csak mondom, ezt úgy összemossák, érted, hogy ezek én meg mindenki. Azt nem értem, bocsáss meg, az mi, hogy önként jelten? El tudsz képzelni, vagy az volt, is létezhet? Volt. Önkéntes sem tudták, is hova kell jelentkezni? Jó napot kívánok, én szeretnék följelentkezni. Kérlek szépen, ez úgy volt, mint az ókori keleten, hogyha az ember spirituális útra akart lépni, tehát egy bölcs tanítót keresett magának, akkor nem ő ment oda a felvételi irodára, hogy itt vagyok én, és egy bölcs tanítót keresek, hanem a bölcs tanító megérezte, hogy hol van a tanítvány, a lehetséges tanítvány, elment, megtalálta és magához emelte. Ez volt az önkéntes ügynök. Azt nem tudtam elképzelni, hogy valaki azt mondja, jó napot kívánok, ez itt a belügyminisztérium, én szeretnék egyszerű 3x3-as csöndes, titkos besúgó lenni, hányadik emeleten kell? Ezt nem látom. De nálunk ennek olyan hagyományai vannak. Vannak, de ez... Oda mennek hozzád, hogy Váncsó, maga testvét 3 éve besítenénk, de ha maga esetleg önként jelentkezzen nálunk hazafias felbuzdulásból, akkor elgondolkodnánk az ügyön. Akkor te önként jelentkeztél? Nem, azt hiszem, ezt ne vegyük önkéntésnek. Ez a tök szorongatás, amit az imént... Na de hát biztos, hogy azt írják be, hogy a felvételt Ki lehet deríteni utólag, ki lehet deríteni, de az biztos, hogy tehát, te nem fogod tudni az esetlegesen megjelenő, nyilvánosságra kerülő lista 20 000 tagjából, hogy ki
konkrétan, hogy de került bele az egészbe. Valóban attól, hogy egy ügynöklista lesz, amely mondjuk teljes ügynöklista lenne, nem lehet tudni, hogy az egyik így, vagy úgy, vagy amúgy, ez így igaz. De például van olyan is, hogy színművészek lexikona, és nem mindegyik színész. Mindannyian tudjuk, pedig ott vannak a nevek, tudod? Iska, ha te ilyen szakértője vagy, hogy tényleg azt mondják, hogy Orbán Viktor honnan tudta, hogy a Szita 2 éve még nem volt? Nem, azt mondta, a titokminiszter mondta, Demeter Ervin, hogy 2 éve nem volt, becsempészték, most írtak egy ilyet. De honnan tudta, hogy 2 éve nem volt? Hát mert jogában állt tudni, nem? De hogy véletlenül megnézte az S betűt, vagy? Nem, hát ha te miniszterelnök vagy, akkor jogodban állt. Jó, de hát mit be azzal foglalkozol, hogy állt? Igen. Kérem az S betűt, miért ne lehetne? És a BG-vel hogy vagytok? Kivel? A B meg a G betűvel. Nézd, én a Bajort nagyon régóta figyelem. És néha jelentek otthon. Hazamegy, hogy anyukám az Imivel olyan jót röhögtünk. Ilyeneket. Hát ezt, hogy hova megy tovább, nem tudom. Közben interneten dropa üzeni. Jáksó, üzenem Farkasházi Tivadarnak, ha unatkozik, én L2-E3-mal nyitottam. Nem jó? L2-E3? Hát... Olyat nem is. Vissza fogok írni, komolyan. Annyit írja anyád. Jó, ne így nyisson. Ne így nyisson. De most kitaláltam egyet, egy sakk megnyitást. Ezt hagy írjam be, mi az? Ezt mondd el neki. A Velszi futballmeccsen találtam ki. Igen? Hogyha... Szar lehetett a meccs, kérlek. 2-0 nyit, igen. Ez a lényeg. Futballmeccsen sakk megnyitás. Ha a kapujatő a csatár, és kapu akar rúgni, akkor a kapus hirtelen széteszi a lábát, és ezt elneveztem királycselnek. Írhatom azt, hogy Teddy azt ajánlja, hogy a kapus... Látod, hogy szeretik a királyokat? Én imádom a királyt, de hát olyan ritkán csinál ilyet, hogy egyszer meg lehet jegyezni. Igen. Tehát G4 kapuratőr. És tegye szét a lábát, ez a pontos... Igen. A királyok annyit... A királyt én úgy láttam, hogy ti soha. Persze. Nem, aki tegye szét a lábát, az a király négy. Tessék, na fogadjunk. Én láttam a királynak az alsó lábszárát. De mi? Elvis Presley? Nem, hát a király Gábornak, aki állandóan szürke mackónadrágba véd. Igen. Aha. Hát soha senki nem látta még a lábát, csak én. Láttam. Láttam. Mondd el konkrétan az esetet. Hogy történt? Részletesen. Te sétáltál a Mimivel a Váci utcán. Jött veled szemben a király, és így csinált. Ezt nézd meg, te! Ez egy dolog. Tudod, hogy hívják a fiát? Nem. Hogy hívják a fiát? Királyfi. Zambó Zsini. Királyfi Endre. Királyfi Jenő? Királyfi Jenő. Mondom magyarul a nevét, utána te mondd angolul, jó? Igen. Meg király Mátyás a fia. Mátyás King. Mátyás király. Igen. Én meg láttam egyszer a Zambó Jimmy-t, az számít? Az nem. Ez a király. Mátyás király. Mi? Mátyás király. A fia, igen, Mátyás király. De mi van a lábszárában? Láttam. Hol? És szép. Nagyon szép lába van áll. Királyi lábai van. Na jó. Hadd kérdezzem, hogy 2 van belőle? Én egyszer egy uszodában láttam a tökeit. Erre varjál gondol. Na? Sok érdekeset mondott a Teddy, de... Gyerekek, a király tökeit vágjátok ki mindenképpen. Hagyjuk. Ő látta a király alsó lábszárát. Hogy ő látta a király alsó lábszárát, és a következő ennek a magyarázata, hogy a fiát úgy hívják Mátyás király. És széttette a lábát, ez a legjobb. És a kis tájpalotába véd. Még ez is. És ez mit nem, mit nem? Na, mit nem? Na. Biztos én hűltem. Persze. A szünetben ezt egy jobbossal elintézheted simán, nem? Annyit akartam mondani, hogy nekem egyszer, azt ti nem ismerhettétek, volt egy nagyon régi nagynéni. Az egyszer, de motion, tényleg motion. Megevett egy indiánert. Hogy nem is egy, 2 indiánert. Sejtettem, ja. Hogy ez lesz belőle. És hogy hívták a nagynénédet? Semmi, de hogy hívták? Mindegy, de szóval megette ezt a 2 indiánert. Mondta neki a pince, hogy maradhat? Nem szólt senki semmit. Gondoltam, hogy erre, hogy a Clinton
Mi volt a hír? Hogy a Clinton kitört a palotájából, hogy ez jó lesz ide. Nem jó ez ide? Indián. Ez a riporter fogad. Ezt képzeljétek el. Ahogy ezt... Azt mondtam már, riporter fogadja az indián kisfiút. Hát te fiam, mi vagy? Inka. És apád még inkább. Na jó. És mi lett az indián erről? Mert azt ott engem annyira zavar ez a na, mondjad, gép itten, hogy nem. Nem itten közben, Dropa ezt írta, no, akkor folytatom távolba látó tehetség, telenségem csillogtatását, mindjárt szünet, csak Teddy még befejez egy történetet. Honnan tudja? Itt reklám következik, ne menjenek sehová. Jól van, nem, én csak így reflexből nevettem én. Áll parkolóért lepleztek le a Centrum parkolórendszer Kft. Ellenőrei. Az áll ellenőr megtévesztésig hasonló öltözékben szabályosan parkolókocsikra helyezett büntető cédulákat. Ám az áll parkolóőr a gyanú szerint azon televíziós csatornák számára dolgozhatott, amelyek az elmúlt hónapokban több leleplező felvételt mutattak szabályosan parkolókocsik megbírságolásáról. Szerintem hogy kikerültük a TV2 nevét, nem lehet, mi? Hogy ügynökök voltak, akik most az áll lefényképezik. Engem is mindig az állammal nyaggatnak, nem? Ne, most úgy tűnik, hogy a Centál az egy milyen jó cég, vagy Centum, hogy hívják őket? Mi jó van benne? Centum. Most közismert, hogy én utálom őket, de nem azért utálom őket, mert pénzbe kerülnek, mert ez egy állampolgári dolog, hogy fizetni kell, hanem az, hogy a fenntartásukra fordítják az egészet. Most én két dolgot szeretnék kérdezni tőlük. Egy nap fordult velem elő. Egész véletlenül szerdán direkt mentem a bíróságra. Nem lép. De te miért nem veszel egy kisebb lakást ott a környéken? És akkor nem kell parkolni. Garzont, hogy... Vagy átjönnek a bírók. Hát ez sem. Nagyon nehéz dolog, mert bíróságon nem szaladhatsz ki, hogy be kell dobnom. Azért mondom, praktikus. Mert lehet, hogy le is tartóztatnak, tehát ki kellett találnom, hogy mennyi ideig tart a per. Most a következő fordult elő velem, 300 forintot bedobtam, és kerestem még pénzt, hát ha hosszú lesz a per a Markó utcába. Na most, ha túl sokáig keresgész a zsebedbe, akkor visszajön a pénz. Visszajött 100 forint. Aha. Tehát a 300-ból visszajött 100, és emiatt kérlek szépen, már nem volt több apróm, ott meg a Markó utcában hol tudsz váltani egy ezrest? Te bírónál se egy kis szünetet. Legyen jó. És? Visszajöttem, ott volt rajta az 1440 forintos büntetés, közben benn volt az én saját 200 forintom a parkolóórába, amelyik legalább ilyenkor villogna, hogy köszönöm szépen. Utána elmentem a Verespálni utcába, ahol bedobtam pénzt, nem eleget, elmentem a szerkesztőségbe, visszajöttem, ott volt a piros cédula, 10 perc van 6 óra. A Verespálni utcában sehol nem tudok 1500 forintot szerezni. Nagy nehezen szereztem 1500 forint aprót, az rengeteg. Igen. És elkezdtem bedobálni, de nem tudtam, hogy mennyit dobáltam be, meg néztem, meg sötét volt, már néztem a számlapot, és a végén visszajött a pénzem. Akkor nyertél. 3 cseresznye volt, vagy nem? Most mondom, hogy mi történt. És ezt kérdezem ettől, hogy hívják ezeket, a derékembereket? Rakás szerencsétlenség vagy terület. Na, most találd ki, hogy mi történt. Hogy már hat előtt... Semmi! Ez a történet, hogy már nem tudod el. Én tudom. Nagy nényem megjelent egy indiánért. Duplázta. Nem. Visszajött az 1440 forintom. Igen. És? Nem tudtam kiszedni, újra bedobni, mert olyan sok jött vissza, hogy azt a kis fémnyelvet nem tudtam. Ott volt bent a szabályosan befizetett pénzem, amit visszaböfögött, mint a bajor, mikor hazamegy. De jó, elismervényt is. Bíróság lesz belőle, Teddy, bíróság. Na egy most... oda szerdán benn van. Te nem írnál nekem egy Woody Allen filmet? Vagy Woody Allen, ahogy akarod? Na most ezután írjak egy feljegyzést a cégnek, hogy én befizettem, hozzak 2 tanút, ott csörök benne a pénzem, hogy rúgdossa meg. Na de azt figyeld meg, hogy én jártam úgy, hogy én nem tudtam kifizetni. A következő történt.
Elém jött egy rendőrautó, elénk jött, én nem vezetek, elénk jött egy rendőrautó, és mondom, majd elintézem című történet. Kiszálltam, és a következőt mondta a Pali. Engem nem érdekel, hogy maga kicsoda. Mondom, uram, de mi volt a probléma? Azt mondja, gyorsan gyűjtek. Mondom, semmi probléma, uram, én hibáztam, tessék mondani, mennyivel tartozom. De nem érdekel, hogy maga kicsoda. De mondom, te félreért, én kifizetném. De tőlem maga lehet a belügyminiszter, leszarom, hogy maga kicsoda. És nem engedte kifizetni. Nem viccelek. De meg se büntetett. De mit? Meg se büntetett. A végén nem, annyira fölhúzta magát ezzel, hogy nem érdekel. Nem. Orbán Viktor egy olyan autóval járta évértékelő beszéde előtt az országot, amelyen hátul egy nagy Magyarország matrica volt. Ez a gépkocsi szerepel egyébként vagyonbevallásában is. Ánis 007 az interneten. Nem jól mondtad, nem nagy Magyarország matrica, hanem nagy Magyarország, nagy Magyarország matrica. Nagy jó, Magyarország. Ott vettem levegőtről. Nagy Magyarország matrica volt. Ánis 007 ezt írta. A matrica nem hiba, hanem bűn, mert a magyar nacionalizmus, irredentizmus bizonyítékaként felhasználható. Erdélyben menet nem véletlenül hagyta otthon az útlevelét. Ahol nincs határ, ott ugye nem kell útlevél. István a király. Még mindig internet. Remélem, Orbán Viktor az autóját jelentette be, mint tulajdonát, és nem Nagy Magyarországot. Cerbona. Szerintem semmi baj sincs a Nagy Magyarország matricával, bár én Orbán Viktor helyében az első szélvédőre ragasztottam volna, így valamivel hitelesebben mondhatná, hogy ő 15 millió magyar érdekeit tartja szem előtt. Vonyi, a matrica a bizonyíték, hogy Orbán Viktor nem megosztani akarja az országot, hanem egyesíteni, mármint a környezőkkel. És kortárs, egészen röviden, Orbán már végképp nem tudja, hol a határ. Életének 89. esztendejében elhunyt Arthur Miller, világhírű amerikai drámaíró. Én elfogtam a saját levelemet. Kedves Mr. Miller, ismeretlenül írok, csak egy pár szó. 10 éves lehettem, hogy ájultan hallgattuk a rádióban Tímár Józseffel az ügynök halálát. Kálmán Gyuri volt Biff, és Kállai Ferenc Happy. Apa, beszélnem kell veled, hát sose akarod azt látni bennem, aki vagyok, mondta Gyuri. Megőrültél, Biff, hagyd abba, így Kállai. Aztán 14 évesen apám elolvastatta velem az utószó a drámákhoz szövegedet. Azt írtad, Arthur, a dráma művészete, a részek szerves illeszkedése, és az azóta sem megy ki a fejemből. 16 évesen aztán a Vix Színházba kerültem, írtál szerencsére egy kamaszfiút a közjáték visiben darabodba, Latinovics ült kettővel mellettem a padon. Úgy volt, hogy megyünk Amerikába, mondta, egyszer csak az anyám kijelenti, hogy ő nem adja itt a bútorok. Szóval én egy rézágy meg egy rakás ocska fazék miatt kerültem ide. Főiskolásként aztán a Nemzetiből rúgtak ki néhányunkat, a Bűnbeesés után című darabotban rosszul viselkedtünk, mint statiszták, bocsáss hát meg. Jaj, a Visivel egyébként még kétszer találkoztam a tévében, a festőt játszottam, Gábor Miklós mellett a Pesti Színházban, később a színészt, Benkő Gyula egykori szerepét. Ja! És aki mit tud, majd elfelejtettem, hisz ezzel kerültem a pályára. Pécsi Sándort utánoztam, vagy 10-szer láttam a Pillantás a hídról. A becsületemet akarom, Markó vette el, mondd meg neki, adja vissza a becsületemet az egész szomszédság előtt. Aztán hallottam egy tévénnyilatkozatodat, azt mondtad, akkor végre 49-ben az ügynök halálával bekerültem a show businessbe. Hevenyészet fordításban show business, mégiscsak szórakoztatóipar, s ha valaki az ügynök halálával kerül oda be, szóval akkor rájöttem, hogy például ez az egész közönségfilm, művészfilm vita totális magyar marhaság. Aztán megkönnyeztem Tordi Vili lómennyét a Vix Színházban, és végül én magam is eljátszhattam az ügynököt a Budapesti Kamarában. Egyébként itt ül 3 székre tőlem egy haverom, akinek az Alkudat játssza nagyon nagy sikerre. Na szóval, Arthur, bár bizonyos kritikusok már kezdik mondani, hogy kommersz vagy, meg kimentél a divatból, ne hallgass rájuk. Én csak egy darab magyar színész vagyok, ennyi emlékkel, élménnyel rólad. Képzeld el, ha a világ összes színészei mindent elmondanának. Arthur, béke veled, nem éltél hiába, halhatatlan vagy.
Juhász Gábor belügyi államtitkár a parlamentben pezsgős fogadást ajánlott Kósa Lajosnak, mely szerint a debreceni polgármester 14 hónap múlva a választások előtt mondókájának pont az ellenkezőjét fogja állítani. Mint mondotta, egy jobbfajta pezsgőre gondolt, amelyet fel is mutatott és kérte a teremszolgálat segítségét, hogy hozzászólása után adja át Kósának, hogy a fogadás letétjeként addig nála legyen. Ez egész hihetetlen, nem? Hát ez olyan, ez a kézzel, de megy haza, azt mondja, mi volt ma a munkahelyeden apukám? Azt mondja, nem, fogadtam egy üveg pezsgőbe, holnap úgy néz ki, römi parti lesz. Ez egy móka kaszagás az élet, de milyen maraság? Hát odaadja azt a pezsgőt, akarja elnyerni, amit már egyszer kifizetett. Mi, ha én az imével fogadnék egy üveg viszkibe, akkor nálad helyezném letétbe, nem? Igen, igen, az üveget vissza is kapnál. Nem betét, letét. Ja? Lassú víz partot most szintén interneten, ezt írta. Valóban azokkal tudok egyetérteni, akik nem találják már viccesnek ezeket az idézőjelbe tette honatyákat, az ő kisded játékaikat vérlázító. Gunman 187, jobbfajta pezsgő, pitiáner, én a nyakamat tenném rá. Van egy ilyen másik, ilyen polgári hetélyetes, nem a tévében, hanem mások, ahol például a fő humorforrás az, hogy a Gyurcsányt, azt Gyurcsóknak mondják, hogy ez a fő humorforrás. Tényleg. Mert itt ül közöttünk, úgyhogy csak azért. Nem a Gyurcsány Ferenc, Gyurcsó. És ez önt nem zavarja? Nem. Nem, oké. Okay. Ez egy rövid interjú volt, ezek nem vagyok én. Ja. Gyurcsány Ferenc kormányfő felesége Heiligen Bloodban snowboardozni tanult, amikor egy kanyart rosszul vett be, és kifordult a bokája. De a Heiligen Bloodot úgy kimondtam. Ez mi a szenci, vagy mi? De mert arra készültem rá, hogy Heiligen Bloodban snowboardozni tanult, és erre úgy ráhiénáztam, hogy ez baj lesz, és Dobrev Klára. Hagyjad már ide. Gyurcsány Ferenc kormányfő felesége Heiligen Bloodban snowboardozni tanult, amikor egy kanyart vett be, és kifordult a bokája. Dobrev Klára... De mert ha szabad ezt elemeznem, így gyerekek, külön... Gyerekek, aki ezt a hírt felolvassa, adok egy bögrét neki, jó? De mert így nem nehéz ez a név, csak már Heiligen Blood után. Tehát... Micsoda? Viszkivel, igen. Szóval a Gyurcsányné eltört a lábát. Na. Aztán... Mi aztán... Én meg nem merem azt mondani, hogy jobbulás, meg kiderül, hogy a kommunisták seggét nyalom. Tehát borzasztó. De nem. Se gondolta volna, hogy ennyit fognak ezen röhögni, szegény. De nem is rajtam röhögnek. Csak Dobrev Klára lábát begipszelték, de emiatt nem szakították meg ausztriai pihenésüket, Ollé. Hol volt ez a pihenés? Ausztria. De hol, melyik város? Heiligen Blut. Snowboard. De nem figyelitek, hogy a Gyurcsányok olyanok, mint a fehér áruház, hogy náluk mindig történik valami. Évtizedes találgatásoknak véget vetve az udvar bejelentette, hogy Károly 35 évi kapcsolat után végre elveszi feleségül kedvesét, az elvált Camilla Parker Bowles-t. A jövendő arra szerint a Velszi herceg annak rendje és módja szerint térden állva kérte meg a kezét. Csak utána nem tudott fölállni, az volt a probléma. Jaj, az ifjú férj. Jaj. De szép térde van, láttam, skócok. Ő meg nem látta. Mesélj! Na, erről meséljél! Ne van fényképezve, szóval... A király az alsó... Összerakjuk a lábát, várjál! Te láttad, hogy érti az alsó lábszárát? Most láttad? Én egy másiknak, aki... Júcia, ezek után az volt, hogy a feje is szép, akkor vitánk lesz, az biztos. Nem. Hogy hívják a fiát? Vilmos. Vilmos hívják. Biztos, ami azt láttad a lábát. De az esküvő minek fog öltözni? A Harry. Úgy kell mondani? Hé, Poki! Nem így kell mondani, de neked így. De szerintem a Charles az örökös, trónörökös, mert ő az, akiből sose lesz király, mert ugranak egyet. Ilyen időnként előfordul. De hát ez a lényege az egésznek. Ugye most Vilmos lesz nagy valószínűséggel a király. Igen. Magyarul ez megúszza a királyságot. Hát el tudják képzelni, hogy milyen tudok brit királynak lenni?
Hát ez borzalmas, az ember reggel 6-tól este 11-ig folyamatosan reprezentál, folyamatosan így kell néznie, és a birodalom egységét kell reprezentálnia. Ez egy normális ember aránylag, hát szerintem ez gyerekkora óta egy folyamatos frázban van, hogy egyszer király lesz. És most nem. Egy nagyon érdekes dolog előfordult Spanyolországban, mert a Franco, a Juan Carlos úgy nevelte, mint annak idén a sasfiókot, ugye, hogy nehogy bonapartista legyen, mert a Juan Carlosnak a papája csak Barcelona grófja lett, ő belőle sose lett király. De és az... Mert, már úgy értem, hogy ez speciális. Jó, evidenciát nem, az apjával nem tudott kijönni, az egy, úgy gondolta, hogy egy demokrata. A Huszár F4 volt az apja. Nem. És a Juan Carlosból azt hitte, hogy frankoistát csinált. Igen. És boldogan meghalt, utána Juan Carlos megkoronázták, igen, és pár hétre rá kiderült, hogy egy demokrata. Na látod, és a spanyolok húztak egy vonalat. És nem nézegetnek állandóan ügynök, meg nem tudom, meg ki volt fasiszta, ki nem volt. Honnan tudod? Hát mert így van. Hát honnan tudja? Micsoda? Hát most volt Tenerife spanyol, hát nem így csajolta. És aztán csak egy sziget. Na, na mindegy, ott lehet nagyon hozzám tartozik minden. Már nem viccelj. A Jucinak megkérték a kezedet? Meg nem, az enyémet nem kérték meg, de arra gondoltam, hogy Kamilát megkérték. Nem, ki akarták nyújtani neki, de... És hogy most bárki kérné, nem tudnám neki, jó? De bal kézről teljesen szabad vagyok, szóval az... Hát, meg bal kézről még gyerekünk is lehetne jutni. Ez amikor a bácsinak mondja az orvos, hogy rossz hírem, hogy az egész jobb oldala le fog bénulni, és mit csinál? Mentem, ami menthető. Ez jó. Ez jó. Ez jobb volt, mint a kengurus a múltkor. Az mi volt? Arra nem emlékszem, ja? Azért volt. Jó van. Olyan humorom van, beszorult. Mikor megy a vadász az erdőben, és elejti a puskát, és véletlenül tökönlövi magát, megy az orvoshoz, megcsinálják, oké, és aztán a végén az orvos a gyógykezelés vége felé odaad neki egy névjegyet, hogy keresse fel a barátomat. Ő is orvos? Nem, ő furulja a művész, meg fogja mutatni, hova tegye az ujjait, hogy ne pisálja szembe magát. Ez fix, hogy benne marad. Ezen innen érezni, hogy ez benne marad. Én kérek elnézést. Ezt nem maguk nem hallják egyedül, ezt az egész ország hallja. Édesanyám, én nem nevettem. Ezt vágják be. Te vadász, te nagyon gyanús vagy nekem. Te nem szopni jársz te ide? De akkor most már mondd el az egész, vagy nem? Nem. Írtó hosszú. Nagyon hosszú vicc, de azt is szeretem. Én az összes ilyen viccet szeretem. Hát tudják, miatt azt azért el tudom mondani. Hát, hogy megy a vadász, ki megy az erdőbe, és egy flintával belő a medvének a barlangjába, és akkor a medve kijön, és azt mondja, mit akarsz, vadász? És azt mondja a vadász, hogy hát nem tudom, szerettelek volna. Le, puffa, na jó, azt mondja, ide figyelj. Most tényleg vadász, vagy most... Hogy van? Csak a poét mond, még egyszer. Vagy megöllek, vagy... Vagy megöllek, aha, mondja... A vadász? Vadász, igen. A medve. Nem, igen, a medve. Elaludtál vicc közben? Igen, egy pillanat. Andris, mi lenne, hogyha az adás végén valaki neked elmondaná ezt a viccet? A telefonszámunk 06130221144, a címünk Budapest 1119, Fehérvári út 8995. A teletek 637-es oldala konstant jelleggel érdekes, és a heti életet kukat elteltek, hogy ott egy e-mail cím, ha nem írnak, ha megharagszom. Ja, van ez a weboldal, a www.rtl.hu, a mi weboldalunk, és ott aztán betapcsolódhatnak akár a felvételbe is, és aztán visszanézhetik jövő szombaton adásban is. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk tehát egy hét múlva a viszontlátásra.